Jó estét kívánok! A Múzsa magazin június 4. adásával jelentkezünk. Mai műsorunkban tudósítunk a Kecskeméti Katona József Színház évadzáró társulati üléséről. Ott jártunk május 31-én az Otthon moziban Molnár H. Boglárka kolléganőnk Kecskeméti Kardok című közel egy órás dokumentumfilmjének díszbemutatóján. Fergeteges koncerttel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Kodály Iskola Audin leánykara a híres Agora színház termében. A műsor vendége Bátainé dr. Mácsai Anikó ügyvéd lesz, akivel a június 5-én megnyíló, általa kitalált és megszervezett Vörös és Fekete című kortárs képzőművészeti kiállítás kapcsán beszélgetek. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, tartsanak velünk! Május 31-én hivatalosan bezárta a 2018-19-es évadát a Kecskeméti Katona József Színház társulata. A 123. évadot lezáró ünnepi társulati ülésen Cseke Péter igazgató és Barta Dóra, a Kecskemét City Ballet vezetője kameránk előtt is összegezte a számokban is kifejezhető adatokat és a legfontosabb tapasztalatokat. Cseke Péter igazgató az évadzárók megszokott koreográfiájától némileg eltérve, nem az eredményekkel, hanem az évad nehézségeivel, mindenekelőtt a finanszírozás bizonytalanságaival kezdte mondandóját. Pedig ismét rekordközeli eredményeket produkált a Kecskeméti Katona József Színház társulata az elmúlt évadban, akár az előadásszámot, akár a nézőszámot tekintve. A három helyszínen 385 előadásnál tartunk. Május 27-i számadat ez, tehát nyilvánvalóan a 400-at fogjuk ostromolni, és a béreteseink száma az 17 000 fölül van, akik pedig meglátogatták a színházunkat, az összszám a 111.742, hogyha jól emlékszem. Tehát úgy gondolom a nyári előadásokkal egészen biztos vagyok benne, hogy a 120 000-es nézőszámot is meg fogjuk haladni. Ez egy nagyon kiemelkedő szám véleményem szerint. Azt mutatja, hogy a Kecskeméti Színház egy nagyon népszerű színház, nagyon szeretik a helyiek is, és természetesen azok is, akik a megyéből vagy éppenséggel a közeli megyékből látogatnak ide hozzánk. Hosszú évek óta az idei volt az első évad, amikor nem válogattak be kecskeméti előadást a Pécsi Országos Színházi találkozóra. Én kudarcként élem meg, hiszen vannak olyan évadok, amikor valóban ott van az ember a poszton, és akkor nagyon boldog, és van, amikor nem választják be, és akkor úgy gondolja, hogy hát akkor összedőlt a világ. Ez természetesen új erőre sarkal bennünket. Én azt gondoltam, hogy a Király beszédével biztos ott leszünk a poszton. A válogatók nem így gondolták, de hát ez egy nagyon szubjektív műfaj, ketten válogatnak. Most úgy történt, hogy nem vagyunk benne a poszt versenyprogramjában. Bár sikeres évadot zárt a színház, nincs könnyű helyzetben a direktor. Három meghatározó művésze is távozik az évad végén. Dobó Enikő és Kőszegi Ákos a Víg Színház társulatához szerződött, Zajzon Zsolt a Tália Színházban folytatja, és Nagyhelyesi Zoltán is távozik a társulattól. Érzelmileg is nehéz, és természetesen gyakorlatilag is nehéz, de én úgy gondolom, hogy a Kecskeméti Katona József Színház társulata olyan erős, hogy ebből semmit nem fog érezni a közönség. Másrészt pedig valóban így gondolom, hogy egy bezáruló ajtó mindig kinyit egy ablakot. Tehát egy újrakezdés indul, nélkülük, fájó pont, hogy nélkülük, de én szerintem meg fogjuk tudni oldani, sőt, úgy gondolom, hogy olyan színészeket, színésznőket fogunk majd tudni szerződtetni, akik valamennyire is megpróbálják felettetni az ő nimbuszukat, hiszen mint Kőszegi Ákos, mint Zajzon Zsolt, mint Dobó Enikő nagyon a közönség szívében élt, és él mai napig is. Visszaszerződött Miskolcra Rusznák Gábor főrendező és Vári János rendezőasszisztens is megválik a társulattól. A műszaki stábból és a különféle tárakból is többen nyugdíjba vonultak, vagy társulatot váltottak. Köszöntötték az ülésen a mindketten 75. születésnapjukat ünneplő Réti Erika Kisjenő színész házaspárt, a színház örökös tagjait. Az idei Csizmadia László díjat Magyar Éva kapta. Az évad emberének a társulat szavazatai alapján Talabér Attila a díszítőtár munkatársa bizonyult. A direktor ismertette a TAO szabályozás változásával előállott ingatag gazdasági helyzetet, de tett utalást arra is, hogy a helyzet esetleg már rövid időn belül konszolidálódhat. Rákérdeztem, hogy a Nemzeti Színházi cím elnyerésétől reméli-e a helyzet rendeződését.
Igen, igen, természetesen azzal számolok. Ennek egy részét már tudom is. Hát, hogy pontosan mikor történik, azt még nem, de nagy reménykedem benne, hogy ez így lesz. Átütően sikeres évet zárt a Kecskeméti City Ballett is. Megalakulásuk óta először fordult elő, hogy egyik produkciójukat a nagyszínházi bérletsorozatban játszhatták. Nagyon pozitív tapasztalataim lettek. Nyilván izgatottak voltunk, hogy hogyan működik nagyszínházi bérleten belül egy táncszínházi előadás, és végeredményként elmondhatom, hogy nagyon jól. Nagyon szerették, jártak, úgy jártak, hogy érdeklődve, úgy tűnt, hogy szájhagyomán útján terjed a városban, hogy ez az előadás, ezt érdemes megnézni, és kezd úgy mondom megpuhulni az a burok, ami a táncszínházi előadások nézéséhez egy ilyen nagyon zárt rendszer szokott lenni, hogy én nem értem a táncot. Egyre többen érzik, hogy a táncot nem érteni, hanem érezni kell, és akiknek erre feltámad az igényük, jönnek, és most nagyon sokan jöttek észre. A társulat a következő évadban Anna Karenina történetét mutatja be a bérletsorozat darabjaként. Megkérdeztem Barta Dórát, hogy korai-e még nem közismert cselekményű táncszínházi darabbal a kecskeméti közönség elé lépni. Mindenképpen alkalmazkodnunk kell ahhoz a szituációhoz, hogy sokan még nem olyan nézői a táncnak, akik gyakorlatilag már a mélyebb rétegeit keresik. Ezek azok a lépcsőfokok, amelyet főleg nagy színházi bérlet sorozatban meg lehet tenni, de van egy kis csemegénk, mégpedig mondjuk a 4 évszak az egy olyan előadásunk volt, amit első alkalommal mutatott be a Kecskemét City Ballet, és nem mondanám, hogy egy történetmesélős cselekményes színház volt, egy érzett színház volt, és úgy tűnik, hogy azt tudjuk játszani egyszer-kétszer, főleg azoknak, akik már még nem láttak, és azoknak is, akik már egyszer látták. Úgyhogy elő-elő jönnek ezek a szándékok, bízom benne úgy, mint a Ballett Plus sorozat hajdanán, talán jövőre is a következő években kap olyan lehetőséget, hogy igen, olyan mozzanatokat is tehessünk, ami nem feltétlen a címről szól. Barta Dóra 6 évvel ezelőtt érkezett a városba társulat alapítási szándékkal. Az eltelt néhány évben nem kellett csalódnia eredeti várakozásaiban. Az a városi beágyazódás, ami a Kecskemét City Palettet övezi, az mindenképpen pozitívabb, mint amire számítottam. És nagyon jó érzés, hogy nagyon sokan valahogy úgy tisztelik ezt a munkát, szeretik ezt a munkát, támogatják érzelmileg, és nekünk valójában nem is kell több, mint hogy ezt a misszió munkát, ami mondjuk a táncművészetnek a népszerűsítését jelenti, ezt zászlónkra tűzhessük, és mi ezzel együtt erősödjünk, és szeressék, amit mi csinálunk. Elhangzott az évadzárón, hogy az idén elmarad az arborétumban a Passió, és a Városháza felújítása miatt nem lesznek udvarszínházi előadások sem. Érvényes kormányhatározat mondta ki a Kecskeméti Színház felújítását, de az előadások a felújítás előkészítésének időszakában várhatóan 2 évig még a helyükön maradnak. Május 31-én tartották a Kecskeméti Kardok című dokumentumfilm díszbemutatóját az Otthon moziban. A Kecskeméti Televízió gyártásában, Molnár H. Bogláka rendezésében, Mádai Norbert Azonos című könyve alapján készült közel 50 perces film a kecskeméti vívás történetének állít emléket, a vívómesterek alakjainak megidézésével és a tanítványok visszaemlékezéseivel. Büszkeség, bátorság, egyenesség és hazafiasság. Ezekről az értékes jellemvonásokról ismerkszik meg a vívó. A legősibb és legmagyarabb sport jelenlegi kecskeméti művelői gazdag hagyományra támaszkodhatnak, ez az örökség azonban hosszú évtizedeken át feledésre volt ítélve. Ezért fontos Mádai Norbert Kecskeméti Kardok című könyve és a könyv alapján készült film, amelyet Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti Televízió szerkesztő riportere írt és rendezett. A közel 50 perces dokumentumfilm díszbemutatóját az Otthon moziban tartották pénteken délelőtt. Mádai Norbert barátom olyan feladatot vállalt, amikor ezt az egész területet elkezdte felkutatni, amit eleinte egy kicsit szkeptikusan fogadtam, de aztán olyan vehemenciával vetette bele magát a kutató munkába, hogy sorra jöttek a kötetek, egymás után érkeztek a kiegészítések és az újabb megjelenések, és hát ő kezdte el rágni a fülünket, hogy milyen fontos lenne, hogyha erről egy film is készülne. We'll be right back.
A vívás mindig is több volt, mint egyszerű sport. Ez a harcművészet hitvallása volt a mestereknek, hitvallása volt azoknak, akik elsajátították a sporták csínyát, bínyát. A kard a magyarság fegyver arzenáljának egyetlen olyan eszköze, amely ott volt a honfoglalók oldalán, a törökverő vitézek és a 48-as honvédek kezében. Megcsillant az első világháború ütközeteiben és a második világháború huszárrohamában. Sokkal több tehát, mint fegyver, nemzeti kultúránk kiemelten fontos eszköze, országunk megszerző és megtartó szimbóluma. A film akárcsak a könyv a mesterek alakjain keresztül mesél a vívás történetéről. Részben Mádai Norbert tanulmányai, részben az egykori tanítványok emlékezete szolgál eszközként alakjuk megidézésére. A példák mindenkorban fontosak. Én azt gondolom, hogy ha a fiatalok felé is eljut az üzenet, hogy a legmagyarabb sport milyen erkölcsi, lelki, szellemi erőket képvisel, mit őriz, hogy egy árva népnek a szabadságra vágyó üzenete van minden egyes mozdulatában a kardvívásnak, a szabjavívásnak, akkor az idősek felé egy nagyon-nagyon szép emlékezés és egy összegzés, és a fiatalok felé pedig egy örökérvényű üzenetet fogalmaz meg a film. A mesterek személyiségén keresztül mutatja be a vívás történetét a könyvében. Mi a kötelék közöttük, mi a közösben? A jó szolgálat, hogy amikor nagyon szegény tanítványokkal találkoznak, akkor ingyen, bérmentve, sokszor még a szerelést is nekik adva próbálják továbbadni és tovább örökíteni a legmagyarabb sportot. Az önzetlenség, ahol nem a magyarságból, hanem a magyarság érélnek a mesterek, ahol nem áldozatot vesznek el emberektől, hanem áldozatot hoznak a jó ügyekért. A vetítést csillogó szemmel nézték végig az egykori vívók, de érdeklődéssel kísérték a fiatalok is. Az első olyan név, aki felmerül a múltból, azt úgy hívták Muraközi János, aki Keresztesi Józsefnek volt a tanítványa. Keresztesi Józsefről tudni kell, hogy a Pesti Nemzeti Vívóintézetnek volt a vívómestere, és a budapesti tanulmányi során került kapcsolatba vele Muraközi János, aki az 1840-es években itt a kecskeméti jogászifjak vívókörét megalapította. Tulajdonképpen ez egy olyan önképző kör volt, ahol ő volt a vívómester, és Kecskemétnek a külterületén különböző helyeken oktatta a kecskeméti jogászifjakat. Az egyik leghíresebb tanítványát úgy hívták, hogy Jókai Mór, aki több regényében is megörökítette Muraközi alakját, és hát nagyon érdekes az, hogy ahogy kitör a szabadságharc, Muraközi szabadcsapatparancsnok lesz, és hát az a világ legtermészetesebb dolga, miután a legmagyarabb fegyvernemről és a legnemzeti sportról beszélünk, a vívásról és különösen azon belül a kardvívásról. Értelemszerű, hogy a magyar oldalon harcol, és egészen a szabadságharc bukásáig, a 48-49-es szabadságharc bukásáig kitart a szabadcsapatával, és amíg van remény, addig küzdenek, utána elbújdosik. Azokon a vívómestereken, tanítványokon keresztül, akik megjelennek a filmben, ismerhetjük meg azokat a tulajdonságokat, amelyektől magyar a magyar. Ilyen például a büszkeség, a bátorság, a becsület, az egyenesség és a hazafiasság. Sokan a legősibb magyar sportnak, a vívásnak köszönhetik azt, hogy a második világháborút túlélték. Kitartásra és tartásra nevelték a vívómesterek a diákjaikat, és úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk méltó emléket emelni az elfeledett hősöknek, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. Egy dokumentumfilm elkészítése soha nem könnyű, nagyon sok adatot kell feldolgozni, mennyire volt könnyű szűkíteni 48 percre mindezt. Nagyon nehéz volt, mert azok az emberek, akik megszólaltak ebben a filmben, mindig csillogó szemmel meséltek az ő történetükről, a vívásról, és mindig fájt a szívem, amikor egy-egy mondatot ki kellett hagyni időszűke miatt, ugye 48 percre terveztük, ahogy mondtad is. De van kiút, ugyanis azok az adatok, azok a történetek, amelyek nem jelentek meg ebben a filmben, azt Mádai Norbert Kecskeméti Kardok című könyvében el lehet olvasni, ugyanis Norbi óriási kutató munkát végzett, ezért is lehet ennyire hiteles ez a film, és ő is szívvel, lélekkel állt a jó ügy mellé. Elkészült a film, most már hamarosan a bemutató következik, és nagyon sokan láthatják, hol láthatják, és egyáltalán milyen érzés ez. Hát moziban látni a filmemet nagyon jó érzés, nagyon, nagyon izgatott engem ez a film bemutató. Hát, hogy hol lehet látni, biztos, hogy el fogjuk árasztani a videó megosztó portálokat és a közösségi oldalakat is. Sokan a mozivásznon is szívesen megtekintették a dokumentumfilmet. Egy süketném a fiú, úgy hívták, hogy Lovas Rösszler Gyula,
És ez a Lovas Gyula, ez 19 évesen került ide Kecskemétre, valószínűleg a mester, aki szintén tartott itt néhány bemutatót és egy vívókurzust, Kónyai Kis Albertnek a hívására, illetve annak a munkájának a folytatásaképp, és a gyerekvívástól kezdve a női víváson át mindent megpróbál itt Kecskeméten, és néhány évig ő prosperál. A városvezető itt olyan szinten hidegen hagyja ennek a művészetnek, sportágnak a dotálása, segítsége, támogatása, és sajnos a kecskemétiek részéről is olyan sok közöny fogadja, hogy aztán fölkerül Budapestre, és ott később híres vívómester lesz. Egy biztos, ez a süket néma fiú, aki tulajdonképpen a pengéjével magyaráz, és a pengéjével, az acélnak a csengésével magyarázza el azt, hogy miért is fontos a vívás és a kardvívás tudománya, ez nyomot hagy itt Kecskeméten. A bemutatóra egykori vívómesterek is ellátogattak. 1955-től a közel 30 éven át volt vívómester Banó Csaba, akit arról kérdeztünk, mit adott számára a film. Nagyon-nagyon-nagyon nagy anyagot összefoglaló film volt, régi vívókról is, mostaniakról is, mert a régi vívókat, megmondom őszintén, még én sem nagyon ismertem annak idején a század elejé vívókat. A vívás a 20. században ki tudott teljesedni a nagy elődök munkája. Ez mindenféleképpen Bánfai Bak Benőhöz köthető, aki rendőrtisztviselőként dolgozik civilben, de a Leventéktől kezdve a cserkészeken át a helyőrségi vívók oktatásán keresztül a református gimnázium vívó tanfolyamát vezeti, és tulajdonképpen amikor az ember végigkíséri az ő cikkeken, különböző dokumentumokon keresztül végigkíséri az ő aktivitását, akkor azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen 8 vívómester helyett dolgozott. Tehát ez az ember olyan nagy formátumú neveket hozott Kecskemétre bemutatókat tartani, ami valami egészen elképesztő. Bánfai Bak Benőnek egy olyan érdeme van a kecskeméti vívásban, ami a 20. századi vívás lealapozása, megalapozása és ennek az alapozásnak a szárba szökkenését eredményezte. És ő volt az egyetlen olyan vívómester Magyarországon, aki Edvard király előtt Marienbadban egy fürdőhelyen a király felkérésére vívó bemutatót tartott. Ezt nagyon kevesen tudják. Magyarországon nagyon sok vívómester volt, akit azért az angol király kér fel arra, hogy a híres magyar vívás mutassa be, az csak egy volt, úgy hívták Bánfai Bak Benő. Máday Norbert úgy fogalmazott, hogy a Kecskeméti Kardok című film nagyon szép emlékezés és összegzés az idősek felé, a fiatalok felé pedig örökérvényű üzenetet fogalmaz meg. Holnap délután Vörös és Fekete 2019 címmel kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik a Népi Iparművészeti Gyűjteményben. A stúdió vendége Bátainé dr. Mácsai Anikó, ügyvéd, ennek a kiállításnak a kitalálója, ötletgazdája, főszervezője. Ez itt csokkolom, köszöntöm sok Vörös szeretettel. Anikó, azért 2019 szerepel ennek a kiállításnak a címében, mert hogy nem az első a történelemben, hanem 25 évvel ezelőtt, 1994-ben az akkori Dán Intézetben volt már egy Vörös és Fekete kiállítás, akkor is ön állt mögötte. Mi adta az inspirációt, vagy az ötletet, hogy egy ilyen című kiállítást hozzon létre? 1900 legelején? Igen, 25 évvel ezelőtt. Hát az inspirációt azt hiszem az adta, hogy akkor volt a rendszerváltás, nem régen, 1989-ben, és akkor valahogy nagyon-nagyon fiatalnak és szabadnak érezte magát az én korosztályom. Én is szabadnak éreztem magam ügyvédként, és úgy éreztem, hogy akkor nincs megállás, tehát kell csinálni egy olyan valamit, amire mindenki odafigyel, és ami az embereknek örömet okoz. Mennyire teljesültek az előzetes elvárásai, vagy elképzelései 25 évvel ezelőtt? Nagy esemény volt ez a város életében? Én azt hiszem, hogy nagyon nagy esemény volt, mert mindenki vörösben és feketében érkezett, én is meglepődtem. Ugye fekete-vörös volt a kaviár is a szendvicseken, és rengetegen voltak, és nagyon-nagyon sok vörös virágot kaptam. Eltelt közben 25 esztendő, és van még egy kerek dátum, vagy jubileum. Igen. Ebben a történetben, nevezetesen, hogy ön 20 évvel ezelőtt alapított egy önálló ügyvédi irodát. Tulajdonképpen egyfajta jubileumi ünnepség ez? Igen, én 30 éve vagyok ügyvéd, és 20 év adatott meg, hogy önálló irodám legyen, és szerencsére ez a mai napig is működik. Én úgy éreztem, hogy ezzel a kiállítással talán azoknak az ügyfeleimnek, akik bennem bíztak, valami üzenetet tudok közvetíteni, hogy ne csak én ismerjem az ő belső énjüket, hanem ők is lássák, hogy én milyen vagyok. Mennyire találta el a jelenlegi képzőművész, kecskeméti képzőművész csapatot az ön felkérése? Jelentkeztek-e elegen?
Én megvallom őszintén, 50 embert hívtam meg. Kicsit segített nekem Szolát Kati festőművésznő, és kiválasztottuk, hogy körülbelül kiknek vannak hasonló színű képei, és 50 emberre esett a választás, és ha hiszi, ha nem, egyetlen egy ember mondott nemet. Ő is azzal az indokkal, hogy ő nem ebben a színvilágban él. És mindenki igent mondott, akit meghívtam. Azért ez fantasztikus érzés lehet előre, nem? Hogy... Ez nagyszerű érzés volt, csak az volt a baj, hogy utána a művészek elfelejtették a határidőt, úgyhogy mindegyikükre rá kellett telefonálnom. De ez ugye hogy... nagyon nem lepte meg önt. Mert... Nem tudom, én annyira nem ismertem őket, én a művészetüket ismerem, és nem azt, hogy ők hogy állnak ehhez az időpontokat, hogy tudják megegyezni, de hát ez volt a legkevesebb. 25 évvel ezelőtt az akkori Dán Intézet kiváló helyszíne volt ennek a kiállításnak, mint sok más egyéb kiállításnak, és ezt a mostanit hol rendezik? Ezt a mostanit a Népi Iparművészeti Gyűjteményben, abban a gyönyörű Hófehérházban, ami nekem most tűnt fel, hogy ez egy ilyen csoda Kecskeméten, és úgy érzem, hogy valahogy több lehetőséget kellene adni, nem csak a Népi Iparművészetnek, hanem ezeknek a kortárs kiállításoknak is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy befogadtak engem. A megnyitóra dr. Farkas Gábor Ibl díjas, Prima Primissima díjas építés sikerült megnyernie. Őt is könnyű volt behálózni ennek az ügynek? Én úgy érzem, hogy nekem Farkas Gábor nagyon régóta nagyon jó barátom. Ő is, felesége és családja is. Nem titok, hogy nagyon sok jogi dolgot érintéztem, én dolgozom nekik, és a Gábor engem a saját könyvébe beletett, mint támogatót, úgyhogy én akkor már nagyon büszke voltam, és úgy éreztem, hogy bátran meghívhatom, de én féltem attól, hogy nem fogja elvállalni, mert rengeteg megbízása van, és a Gábor egyből igent mondott, és nagyon-nagyon hálás vagyok neki, és büszke vagyok arra, mert az ő neve is hozza tulajdonképpen a kiállítás sikerét. A meghívó tanúsága szerint Sirkó László, a Kecskeméti Színház örökös tagja is szerepet vállal ebben a megnyitóban. Ő rá mit bízott? Verset fog mondani? Nem fog verset mondani. Ő is megérezte az én lelkemet, meg azt, hogy mit jelent tulajdonképpen ez a kiállítás. Sirkó László, én nagyon szeretem, egyik kedvenc művészem, és azt hiszem, hogy ez viszonos, mert a jogi dolgait ugyancsak én intéztem, úgyhogy nem tartozunk egyikükkel sem egymásnak, de valahogy őszinte a barátságunk, és ez azt hiszem megnyilvánul a holnapi megnyitón. Egy olyan helyi képzőművészre bízta a kiállítás rendezését, aki többé-kevésbé kicsit elvonultan végzi a maga munkáját, Vámos Zoltánról van szó. Ez is egy régi barátság? Vámos Zoltánt én körülbelül másfél éve ismerem. Akkor találkoztunk, amikor mindig nézhettem az autóbusz megállónál, a Rákóczi úton, a kirakatban a csodálatos műveit, ezeket a bőrszerű valami csodákat. És Zoltánnal én akkor felvettem a kapcsolatot, és nagyon jó barátságba keveredtünk, tehát mindig meghívott, hogyha valami új alkotása volt, megnéztem a műhelyében, hogy miket alkotott, és úgy éreztem, hogy a lelkünk itt megint találkozott. Azt hiszem, hogy ezt fogják érezni a holnapi megjelentek. Beszéltünk a 94-es kiállítás kapcsán, hogy ott volt egyfajta dress code. Ezt eleve kérték is, hogy vörösben és feketében érkezzenek, vagy ez spontán alakult így? A korábbi vörös-feketén, ott pont olvastam, mert megvan nálam még a meghívó, hogy olyan szigorúan meghatároztuk, hogy kizárólag vörös és fekete szín árnyalatait szíveskedjenek megjeleníteni. Most valahogy finomabban fogalmaztam. Én úgy érzem, hogy aki érzi, hogy az összhatás nagyon jó legyen, és együtt érezzük ennek a két színnek a harmóniáját, és a két szín ellentétét, és a vérpesdítését. Én örülnék, hogyha valami kis vörös vagy fekete lehetne rajtuk. De természetesen mindenki beleszengedő, az is, aki akár farmerba jön, de hát azért örülök, hogyha megadják a tiszteletet a művészeknek. A vörös és fekete olyan divatszíneknek számítanak, amelyek soha nem mennek ki a divatból? Szerintem... Mindenkinek más a vörös és fekete. Én ezt a képek megjelenésénél vettem észre, hogy hány változata van a vörösnek. Vörös, halványvörös, barna, rózsaszín, tehát minden valahogy a vörösből indul ki, úgyhogy lüktet az ereinkben a vörös, igen.
E mögött, a rendezvény mögött kifejezetten csak az ön ügyvédi irodája áll, vagy vannak egyéb támogatók is? Igen, egy nagy támogató van, a férjem, aki ez eddig, legyen így sokáig. Igen, aki eddig soha nem ellenezte azt, hogy én támogassam a művészeket. Tehát ténylegesen az ügyvédi irodám rendezi az egészet, de állandó támogatást kapok a férjemtől és a családomtól. A fiaim is egyet értenek vele. Nyilván, amikor az ember benne van egy kiállítás előkészítésében, akkor szembesül vele, hogy ez milyen rengeteg munka. Nem vette el a kedvét? Lehetséges-e, hogy lesz pár éven belül egy újabb Mácsai Anikó által rendezett kiállítás? Ha megérem, akkor biztos, hogy lesz. Nekem nem szokták elvenni a kedvemet azzal, hogy valamit nehezen tudok megrendezni. Én, ha valamit elhatározok, én azt végigcsinálom. Hát akkor ez maradjon így sokáig. A kedves nézőknek mondom, hogy ez a kiállítás június 5-én, azaz holnap 17 órakor nyílik a Népi Iparművészeti Múzeumban, és a nyitvatartás, pontosabban ameddig a tárlat látogatható, az egészen a múzeumok éjszakájáig tart. Nagyon köszönöm önnek egyrészt az ötletet, hogy rendezett ilyen kiállítás, másrészt, hogy befáradt és informálta a nézőinket. Köszönöm nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Így legyen. Köszönöm még egyszer. Megalakulásának 20. évfordulóját nagyszabású koncerttel ünnepelte a Kodály Iskola Aurin Leánykara a Hírös Agóra színháztermében június 1-én. A nemzetközi és hazai sikerek sorozatát maga mögött tudó kórus születésnapi hangversenyét az együttesnek darabokat író két kortárs zeneszerző, Gyöngyösi Levente és Tóth Péter is megtisztelte személyes jelenlétével. Az Auri Leánykar 20 évvel ezelőtti megalakulását több szerencsésen egybeeső tény indokolta és tette lehetővé. Durányi László alapító karnagy így emlékezett vissza a kórus létrejöttére. Egyszer csak az történt, hogy a 8-os gyerekek, akik 9-esek lettek, megjelentek, hogy ők még járnának tovább. És egy ideig lehet is, hiszen egy gyerekkórus korhatára különböző fesztiválokon, versenyen 15-16 éves korig megengedi ezt a lehetőséget, de hát ez két év múlva nem volt lehetséges, és tulajdonképpen egy részben egy helyi alakulása az iskolai szituációnak is segített ebben, hiszen egy kollégánk, Párdei Jutka néni nyugdíjba ment, és a megüresedett kórusának a helyére egy új vezető kellett, és tulajdonképpen Ladi Zsókanének lehet azt köszönni, hogy ő egy igazgatóhelyettesként énektanákat összehívta, és kérdezte mindenkitől, hogy mit szólnának ahhoz, hogy ennek a lánykarnak a helyére megalakul az Auri Lánykar. Természetesen más módon az Auri Lánykarnak csak azok lehetnek a tagjai, akik a Mirákulum gyermekkórus tagjai voltak, és vállalják a hétvégi plusz próbákat. Az eltelt 20 év alatt közel 400 tagja volt az Auri Leánykarnak. Európa számos országában és nagyvárosában adtak koncerteket, nyertek versenyeket, voltak rangos fesztiválok megbecsült szereplői. Kínában kórus olimpiai bajnokok lettek. Durányi László a Kossuth Díjas nyíregyházi karnagyot Szabó Dénes tekinti szakmai példaképének. Épp úgy kórus családok létrehozásában látta a fejlődés lehetőségét ő is, mint nemzetközi hírnevű egykori tanára, kollégája és kórus vezetője. Azt be kell látni, hogy az ő birodalmuk azért már túlnőtt rajtunk, és túlnőtt Magyarországon is.
Viszont nekünk is a kórus családunk azért gyarapodott, hiszen a gyermekkor után, a leánykor után a kiöregedett leányokból női kar van, most már vegyeskar is van, tehát többen azt beszélik Magyarországon, hogy a kodályi hagyatéknak az egyik legfontosabb folytatása és megtartása a kórus családokon belül zajlik, hiszen itt olyan ragaszkodó gyerekek és közösségek alakulnak, amely mindenfajta nehéz körülmények ellenére is együtt tudja tartani a társaságot. Durányik László híres arról, hogy sokat próbál a kórusaival, és koncentrált munkát követel önmagától is és a növendékeitől is. Van azonban egy fegyvere, amely átsegíti a nehézségeken. Eszembe jut a említett Szabó Dénesnek egy odavetett mondata. Azt mondta, hogy ha egy próbát elhagysz, akkor kettővel lehet próbát pótolni. Ha hármat elhagysz, akkor talán egy hónapi munka. Ha négyet, ötöt, akkor hagyd abba. Uh-huh. Úgyhogy ez arra tanított, hogy ezt oda kell rakni magunkat. Talán annyi szerencsém van, hogy nekem ez nem megy nehezen, illetve a gyerekek most már, illetve a felnőttebb lányok is azt mondják, hogy mondhatom így, hogy van egyfajta olyan humorom, amivel úgy lehet oldani a próbák feszültségét. Természetesen néha fölemeli az ember a hangját, amikor nagyon akar, hogy valami jó legyen, de nekem ez a humorizálás, hát néha kiakadnak persze a szóhumoroktól, ez nem olyan nehéz, és emiatt talán jobban zajlanak a hangulatok, meg jobban mennek a próbák. Durányi kórusainak komoly nemzetközi reputációja van, számon tartják és előszeretettel hívják a Mirákulum gyermekkórust is, az Aurin kórus család tagjait is. Hétfőn, most ugye szombat van, már Franciaországba indulok egy versenyre a Mirákulummal, aztán ahogy visszajövünk, utána megyünk Angliába az Aurinnal, de már novemberben Litvániába fogunk menni, és Skopjéban is van meghívásunk. Egyébként azt hagyd mondjam el, hogy az énekarnak másik oldalról bizonyítván, hogy jó fogadtatás van a világban, hogy rengeteg meghívásunk van, hát pénz nincs annyira mögötte. A 20 év alatt az Aurin leánykarnak pontosan 396 tagja volt. A repertoárjukon több mint 250 mű szerepel, a kórusirodalom szinte minden korszakából. A jubileumi koncert szinte minden darabjában énekeltek a ma már a női karhoz tartozó korábbi leánykarosok is. Thank you.
Kedves nézőink, ez volt a Múzsa június 4-i adása. Új műsorra legközelebb egy hét múlva, június 11-én várom majd Önöket. Viszontlátásra!